Meghosszabbította és kiterjesztette a heti gyakoriságú csomagolási hulladék elszállítást a Duna-Tisza közi hulladékgazdálkodási non-profit Kft. A Hunyadi Városi Műkertvárosi, illetve Mátis Kálmán, valamint Szabó Kálmán utcai társasházaktól is heti rendszerességgel szállítják majd el a szelektív hulladékot. Új közterületi szemetes konténertárolók jelentek meg Kecskemét belvárosában, a Kubió nevet viselő zárható kukatárolókat a Kecskeméti Város Üzemeltetési Nonprofit Kft. Helyezte ki saját edényei számára. Razzia volt a Kecskeméti Közlekedési Felügyelet műszaki bázisán, a megalapozott gyanú szerint gépjárművek műszaki vizsgáztatásával kapcsolatban vesztegetési pénzt fogadtak el. Bravúros győzelmet aratott tegnap este a Duna Aszfalt DTKH Kecskemét Szolnokon. A szomszédvári rangadó sok izgalmat tartogatott, a második fél időben a Kecskemét kosárlabdázott higgadtabban, így diadalt arattak a Szolnok ellen.